akkor most jönnek az úgynevezett crash, azaz beütő cínek. Ezek ugye többek között a dobgrúvoknak a színesítésére szolgálnak, tehát például, hogyha ugye játszok egy kíséretet, tehát ugye ezek különböző súlypontokon megüthető varázslatok, és ezeknek a megütése kicsit más, mint a pergőcinnek, ugyanis a szerkezete hasonló, tehát ennek is van egy úgynevezett kúpja, és aztán a többi. Konkrétan, amikor ugye játék közben csapkodjuk, akkor a lehető legtöbbször ezt úgy ütjük meg, ahogy a pergőnél, vagy a pergőcinnél a szőrösebb hangokat állítottuk elő, tehát magyarul a felső harmadjával a szélét ütjük meg. Ha lehetséges, akkor azért nem ilyen szögben, ugyanis akkor gyakorlatilag egy idő után azt veszük észre, hogy megrepett a tányérunk, hanem nagyjából úgy, hogy amikor a tányért megütjük, akkor a lehajló szögben nagyjából végérjünk vele, és ráfeküdjön az ütő a cintányér területére. Tehát alapvetően így ütjük meg. Tehát próbálom lassítva, tehát így neki, így. És utána természetesen az ütőt megint egyrészt a természetes rugózástól, másrészt ugye egy kicsit a csukló mozgással is visszahúzzuk, ugyanis ha rajta hagyjuk, akkor egy tompa hang lesz a vége, hogyha pedig elvesszük, akkor szépen lecseng. Természetesen ezekkel is lehet játszani, tehát a kíséretek közben, hogyha máshogy állítjuk be ugye a szöget, ahogy hozzáérünk ezekhez a cintányérokhoz, akkor lehet ugye az ütő végével is játszani. És akkor most át is megyünk a kísérő cínre, azaz a ride-ra, ami hasonló, mint a beütők, csak egy teljesen más funkciója van. Ugyanis ez szintén egy olyan kísérő funkciót lát be, mint az előbb bemutatott pergőcén, ami ugye így nézett ki. Ellenben ez így néz ki. Tehát amint látjuk, ez egy szintén hatalmas, általában jó nagy 18-tól 22, akár 24 incses átmérőjű varázslat. Ugyanúgy rendelkezik egy kúppal és egy hatalmas nagy adag lecsengő felülettel. És itt szintén ezt úgy ütjük meg, mint a pergőcint, amikor finoman ütjük, tehát konkrétan az ütőnek a végével. És minél közelebb ütjük a kúphoz, annál csengőbb hangot kapunk, tehát nézzünk példákat. Most először a kúphoz közel, aztán pedig a szélén ütöm. Kúp, széle. Ezt szokták ugye játékstílusunként is változtatni, tehát akár lehet ezt kombinálni úgy, hogy és már is kaptunk egy groove-ot. De hogy mi az a groove, arról a következő előadásban többet mesélek.